Dobhártya. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Budai Krisztián vagyok, ez pedig itt a Dobhártya soron következő része. Szerettem volna egy karácsonyi extra résszel kedveskedni a nézőknek, hallgatóknak, amiben a fő téma, vagy a főszereplő a száncsengő. Még mielőtt bármi is történne ebben az adásban, szeretném elmondani, hogy köszi, hogy vagytok, hogy nézitek, hallgatjátok az epizódokat. Amikor belevágtam ebbe az egészbe, még nem tudtam pontosan, mire is vállalkozom. Hogy lesz-e egyáltalán valaki, aki kíváncsi a podcastemre. A nézőszám alapján erre bőven van kíváncsiság, és az erőt ad nekem a folytatáshoz. Szóval köszi. De hogy miért pont ez a mai téma? A kérdés úgy is szólhatna, hogy van-e a száncsengőnél karácsonyosabb, mikulásosabb hangszer a világon? Szerintem nincs. Vagy legalábbis én nem találtam. Szóval ez kicsit akkor egy ilyen tematikus adás is. Azt nem tudom, hogy mi lesz a többi jeles nappal, és hogy azokhoz hogyan kötök bármi hangszert, ha valaha ilyet találnék ki. De azért van pár ötletem. Húsvét, tojássiker, Halloween sekere, vízkereszt, vízbe mártott gong, vagy félbevágott, vízbe merített tök. Mondjuk a tök az akár mehetne a Halloweenhez is. Jöjjön egy kis ismertető a száncsengőről. Rázással megszólaltatható, idiofon ütőhangszer. A hangkeltésért felelős eszközök nem a hangszer belsejében, mint például a sékereknél, hanem kívül találhatóak, vagy inkább olyan, mintha sok-sok single séker lenne egy nyélre erősítve. Másodlagos idiofon, mert kell valami közvetítés, a játékos nem közvetlenül irányítja a golyókat. Talán sokan a karácsonyra asszociálnak a hangja hallatán, azonban a hangszer ennél sokkal többet is jelent. Jellegzetes hangját a gömb alakra hajtogatott fémlemez, és a belsejében elhelyezkedő, szabadon mozgó fémgolyó adja. Gömb a gömbben elv. A hangszer általában egy nyélből és a rászerelt nagyszámú csengőből áll. Megszólaltatható rázással, ütéssel. Elődök nyomában. Asszisztrum. Ókori egyiptomi rázással megszólaltatható hangszer. Egy réz vagy bronzkeretre erősítenek fém rudacskákat, fémpálcákat, és ezek adnak zörgő hangot, amikor megrázzák a hangszert. Feltehetően templomi szertartások hangszere volt. Bastetet, a vidámság és tánc istennőjét gyakran ábrázolták ezzel a hangszerrel. Egyébként maradtak fenn különböző típusok Pompejben, Etiópiában, Guineában is. Egy korábbi írásomból idéztem most gondolatokat. Megjelent a Párlandóban 2018-ban, Rázva, nem keverve címmel. Egyébként a hangszer angol neve a sleigh bells, németül Schlittenglockénak hívják. Híres dal is született róla, a Jingle Bells. Az én mai hangszerem, ez egy Mail Sleigh Bells SLB 25, vagyis 25 darab száncsengő golyócskával szerelték fel. Ennél persze létezhetnek kisebbek, nagyobbak is. Nekem ilyenem van jelenleg, ezért ezt tudtam most bemutatni nektek. Korábban volt ugyan egy másik hangszerem is, de azt kölcsön adtam, és aztán sosem kaptam vissza. Nem is fontos, hogy kinek, nem is szeretném a nevét megemlíteni, innen is köszi Szabó Máté. Megszólaltatása. Marokra fogjuk, és a nyél áll fölfelé, a kis golyócskák lefelé, és ezt az ötlünket, vagy ezt a kezünket, amivel marokra fogjuk a hangszer nyelét, azt ütögetjük. Így most nem mozgatom közben, mert eléggé hangos a hangszer. Azért tettem, hogy picit így lenyugodjon a történet. Szóval így eléggé precíz, pregnáns hangokat, viszonylag rövidebb hangokat is kaphatunk, de nem csak így szokták megszólaltatni, tehát nem csak ezzel a módszerrel, hanem akár rázni is lehet, például így. Hát így már kevésbé szabályozott ez a bizonyos
mozgás, vagy a golyóknak ez a zizegése, ötyögése a hangszerben. Nyilván azért van így függesztve, mert akkor tud az összes golyócska megszólalni, hogyha így tartanám, akkor lehet, hogy a kezemmel letompítanék néhányat, ez talán nem a legszerencsésebb megfejtés. Árképzés. Mail SLB 25, tehát a mai hangszerünk, ő 16.800 forint most a hangszer arzenálnál. Ennél van egy kisebb modell, ez az SLB 12, ez 11.200 forint. És van egy nagyobb is, SLB 36, nyilván az 36 ilyen kis golyócskával van szerelve, viszont az már egy kétkezes modell, tehát ez egy elég nagy robosztus kivitel. A Tomanon találtam most meg, náluk 22.990 forint. Nyilván létezik más hangszercég is, aki gyert ilyeneket, más márkák is foglalkoznak vele természetesen. Én most a Meyer SLB 25-öt mutattam be, és az ehhez kapcsolódó kisebb, illetve nagyobb modellt vettem górcső alá. De akit érdekelnek a részletek, egyéb márkák, egyéb típusok, nyugodtan hangszerboltoknál érdeklődjön felvilágosításért. És most Nigel rovata. Minek ez nekem? Elég egy dobverő is meg vagyok, nem? Nem vagy meg. Ha érdeklődsz a zene iránt, rá fogsz jönni, hogy milyen érdekes, színes ez a világ. Ha színesíteni akarod a hangzásvilágodat, érdeklődsz a világ hangszerei, zenéi, hangeffektje iránt, akkor szerezd be egy száncsengőt, vagy más egyéb érdekes hangszert. Köszi, hogy velem voltatok 2023-ban, ez volt a mai dobhártya. Áldott ünnepeket, boldog karácsonyt kívánok nektek! Köszönöm szépen a nézőknek, hallgatóknak, hogy velem voltak, hamarosan jelentkezem a következő epizóddal. Ha tetszett vagy hasznosnak ítélted meg, kérlek kedveld ezt a videót, vagy a korábbi videókat, és iratkozz fel a csatornámra a YouTube-on, Spotify-on, és én csak annyit kérek most tőletek karácsonyra, ha lehet ilyet, hogy osszátok meg közösségi felületeiteken ezeket a podcast epizódokat. Ha itt teszel, akkor köszi. Ugyanakkor lehetőség van egyéb módon is támogatni a dobhártyát, erről bővebben elérhetőségeimen. Sok jó hangszert, kottát, zenei kalandot. Sziasztok! Dobhártya.